sajnálatos módon ugye február 5-én kigyulladt a Tósokberendi katolikus templom tornya, és egyelőre nem tudjuk, hogy mi okozta a tüzet, és azt sem tudjuk, hogy mekkora kár keltkezett, legalábbis nem tudtuk kinyomozni, viszont a kormány már a Tósokberendiek segítségére, az egyház segítségére sietett 60 millió forinttal. Önnek nyilván szűkösebbek az anyagi eszközei, mint a kormánypártok képviselőinek. Nem érzi úgy, hogy ebből a szempontból kicsit Dávid és Góliát harc ez az egész? Az alaprenddel én nem szeretném felvenni a harcot, tehát a pénzzel nem is fogom tudni felvenni, és nem is akarom felvenni. De itt azért pontosítsunk egy picit, tehát itt nem a kormány adott, hanem az adófizetők által befizetett a költségvetést bővítő támogatást adták oda az egyháznak. Én bízok benne, én mint magánszemély már aznap támogattam a felújítását ennek az épületnek. Én bízok benne, hogy a templomnak, mivel műemlékvédelem alatt áll és egy műemlék jellegű épületről beszélünk, biztosítása is volt, és a felújítási költséget a biztosítás így fogja fedezni.